Pota Georgina június 1-én adott életet első gyermekének. Nem egész 3 hónappal később pedig már újra ütőt ragadott, mégpedig Lovas Petra társaságában. A szülés utáni első edzésre vitte magával Reginát is, aki végig aludta a tréninget. Lehoztam Reginát is magammal, mert nem tudtam, hogy megoldani. Anyukám beszokott néha segíteni, ha el kell szaladnom valahova, és akkor otthon szokott maradni a gyerkőccel, de most erre nem volt lehetőség, és akkor így az első edzésemre lehoztam magammal. A Petra is lehozta a kismanót, és így 4-esbe edzettünk egy kicsit, szerintem jól sikerült. És hogy milyen érzés volt a hosszú kihagyás után újra pingpongozni? A mozgást annyira még nem érzem, de persze hónapokat hagytam ki, ez természetes. A kezem úgy érzem, hogy így az érzés az nem lesz probléma. A mozgás az már nehézkesebb lesz, de szerintem tényleg egy 10-15 edzés után már sokkal jobb lesz. Lovas Petra Berlinben 3 évet játszott együtt Póta Georginával, most pedig a Budaörsben lettek csapattársak. Ő ráadásul túl van már egy szülés utáni visszatérésen, szóval etéren is jó tanácsokkal szolgálhat. Beszélgetünk sokat, de ilyen nagy csodák nincsenek. Éppen most kérdez, hogy mikor fog visszajönni a mozgás. Most azt mondom, hogy legyen türelmes, tudja ő is, hogy türelemmel kell lenni, de én is tudom, hogy az a legnehezebb, türelmesen várni. Nagyjából tudja ő is, hogy mire számíthat. De még amúgy az előző kérdésre visszatérve, igazából azért jó, hogy egy csapatban játszunk, mert így tudjátok, hogy Ginával jóban vagyunk, úgyhogy ő is végigkísérte a terhességemet, meg egy a kisgyerekes létemet, így pingpong mellett, meg én is végig tudtam kísérni az ő várandóságát, úgyhogy talán így tudtunk segíteni egymásnak.